improvizomasítunk, jó? Hát gyerekek, azt ugye azért tudjátok már, érte rólam, hogy én tulajdonképpen egy ilyen háztartási robot vagyok. Humán háztartási robot. Főzök, mosok, takarítok, szopok, nyalok, gombot vágok. De tényleg. No. De azért attól függetlenül én a nagyon tisztában vagyok én a világnak a folyásával. Most észrevettem a megváltozásokat, mert én ugye nézem a televíziót, és nem csak a Szulejmánt. Na, ha mindent nézek, amikor van egy kis csepp időm. Na, azt képzeljétek el, hogy ugye régen kik voltak a celebek? Hát a színészek, a ilyen rendező, olyan rendező, hát ezek a művész emberek. Habos meg kik voltak régebben a legelsőbb a celebek? Ezek a pléméhek. Jó mondtam. Pléméhek. Na, hát ezeket onnan tudod megismerni, hogy ilyen műcsacsű, műszájú, műanyag agyú emberkék, vagy arról híresek, hogy ilyen gazdag emberekké még mafiásokkal hentergőznek, az agyuk úristenit, pedig még főzni se tudnak. Hát ezek a műzlis doboz nyitogassák éjjel-nappal, meg ilyen salátát, meg zöldséget zabálnak, mint a nyulak. Most ha kérdezi őket egy riporterét, tehát csak így tudnak már válaszolni nyulból, hogy mak, mak, mak. Na, normálisak. Így, ahogy mondom, mondták, ne menjek előrébb itt egy pöcs, csak rá ne essek. Mert akkor nem látszik a rózsa a szarcom nekem. Na, hát utána meg ugye ezek a pléméhek, sötétek, mint a éjszaka. Hogyha svédasztalnál berakod őket, tolmácsot kérnek, mert... Így, ahogy mondom én, ha nem hátudok én egy cseppet se, sose szoktam. Na, utána meg akkor jöttek ezek a fodrászok. Ezek a hajasok, meg ezek. Jaj, a bélmegyeri szűzmárja, óvjon meg tőle. Jaj, nagyon. Hát ezek csatogtassák, érted? 8500 ér, ugye. Egy perc, 8500 ér. Olójukat, érted? Azt az egyik fele rövid, a másik hosszú, itt kiáll. Ott kiáll tisztára rendesen, mintha lipótról szalajkodták. Hát így néznek ki. Meg úgy néznek, értek, hogy ilyen, mintha bilit raktak volna, fejtre az körbe lenne nyírva, mint amikor engem kiskoromban a Herminka így megnyír. Na de hát ehhez minek iskola? Szagybasz, harmadik utca, bárra odlakott a Herminka, oda lehet menni, helyet vágatni. Na meg ezek a divat frizura, vagy mi az Isten, mikor versenyeznek, azt akkor narancsárga, zöld, kék a feje, a menyecskének, érted? Amikor kész van, akkor ilyen csillogóval leborítsák, fliterezik, vagy mi a rák, ha teljesen mi plakatos Rudi aranyfogát, utána. Csillog nekik a hajzatuk. Na, az ezért elkérlek ennyi pénzt. Ó, Istenem. Na most még megfigyeltem. Szerinted most kik a celebek? Ne gondolkodj, úgyse jut eszedbe, mert sötét vagyok. Mondom inkább te neked. A szakácok. Ha minden csatornánük vannak, hát némelyik jobb lenne, ha beleugrana inkább. Amiket kocsfasztanak ezek a kis szarok itt. Őt állalva, na, hallod? Na de ha
hát világhírjét tudok főzni, érted? Mondom, magamnak innen szoktam beszélgetni magamban. Mondom, Jolikám, drága szép csillagom, hogy rágjam szét a húsodat. Hát te olyan úgy főzöl, hogy még a Erzsébet kiskirály kisasszony szakácsa se tud úgy főzni, jeletkezzél, de ebbe beleállt a bűsorba. Na úgy is lett. Jelentkeztem, elmegyek, behívtak, hát csodálatosan fölöltöztem. Úgy néztem ki, mint amikor otthon búcsú van, csak nem lőttem pácikáru pandamacit. Megyek be, érted, a televízióba, hát halljátok csodát, kiment előttem, nem fogjátok elhinni, hát az állam leesett a Robert-e. Niro, színűvész úr, avázott előttem befele a tévébe. Állunk ott az előtérbe, érted, szépen várakozunk, vagy hogy mi a rák van, vagy mi lesz. Hát elindulunk, benderül egy ilyen kis 20 éves kislányka, a sztár karokkal, mert engem felismert. Mondja, hogy jaj, Jolika, vezetlek a sminkbe tégedet. A művész úrtól meg megkérdezte, hogy maga meg kicsoda, hova jön, mit akar, hogy hívják. Azt mondja, Robert, de azt mondja, csak semmi, de. Tessen nagyon gyorsan oda a recepcióra, elmenni személyigazolvány, írja föl, kihez jött, mit akar. Na mindegy, engem bekísért ugye a sminkbe, engem ugye, mint celebritásot. Gyerekek, kilettem maszkolva, olyan csodálatos rá, hogy csak bábulászkodtam magam, érted a tükörbe, mint lufis a nyilzáporban. Mondom, hát de fain csaj vagyok, Jolika. Hát tisztán rendesen, mint a Gina Lollofringi, de úgy érted. Egy-e egybe lennünk kopintva. Na, hát úgy már elmondtam magam már nagyon tényleg. Utána hát ugye az első, volt ilyen próba, jaj a pöcs. Visszajöttem. Na, tehát a próba adásod, próba főzést kellett csinálni. Hát én kálmánom, hogy nyaljam ki a dallamot a torkából. Az én egyszer uram a kálmán. Annak a kedvencét csináltam a lecsós cigány ilyen kis, ha tyúppörköt van alatt, a bogyiszlói paprika, hagymás alapon, érted, noked itt szakadsz bele, ez a lecsó. Ilyen lecsót készítettem. Hát, csinálom, hát én már kész voltam, érted, a többiek még ott kutymorogtak, ezt azt csinálgattak ott izétek, hát mondom, addig kimegyek a budira, rágyújtok. Amíg ezek szerencsétlenkednek, amatőrökkel voltam összezárva. Na, valami Jamie Oliver is ott volt. Mi a ráknak jelentkezett, ha nem tud főzni? Na, mondom, megyek ki a budira, érted, hogy elizéljem ott az idő. Én nem tudom miért, de aki begyűjt, az hun egy százast, hun egy 50-est adott. Megvártam, visszavázok, érted, rendesen csalok, ott vagyok. Az, amikor kész voltunk, föl kellett tartani a kezem. Mondom, Jézus, Isten, Mária, Debla, mindenki szaladjon össze, hát itt lőnek, lebuktam a pult alá, érted. Fejemre egy ilyen zománcos lábos tartottam. Remektem, mint Imre bácsi, prímás ujja a hegedűn a harmadik lakodalma után. De aztán azt mondták, hogy ez valami szokás itten van. Hát nagyon krappáncs, nagyon krappáncs. Hülyeséget kitalálnak már, de tényleg már nem jön fejte. Na, mindegy, viszem ki a ételemet. Hát, tudjátok, van ez a kis helyes kislány, ez a
Wasabi rozina. Wasabi rozinka, az az úgy jelköltet. Na hát az így, így nézte, forgatgatja, szagolgassa. Mondom, tudod mit szagolja? Magamba. Na, nézik, mondom, nézegeti. Azt mondja nekem, de várjatok, ezt felírtam, mert ezt még a vágópista se tudna elmondani. Pedig annak több agya van, mint nekem. Már nem sokkal azért. Azt mondja, ez a wasabi lány, a zselés gyerek. Egyszer mosolyodott el, mikor arcide zsábája volt. Egész viszont. Azt mondja, remek kompozíció. Bár az alapanyagok homogén egysége nem eléggé kontúrozott, a markás ízek elnyomják annak a lehetőségét, hogy kiérezhessük az összetevők mienségét, a túltálalás már meg sem említem. Abba a pillanatban kiesett a zselé a hajából. Mondom, neki hófehérke. Hát én ma akkor főztem, amikor te édesapádba gubasztottál. De mitet mondod te a szától? Én nem értem, hogy milyen ilyen homogén izé, figyeljé, ez lecsó! Lecsó! Érted, de? Na! Rik, nem hiszitek el? Tovább jutok. Hát, nagyon büszke voltam magamra, hívtam is Kalmán, de nem ez az lényeg, mert őt úgyse érdekli ez az egész. Na! Ha persze, már be volt, ha? Na! Hagyjuk tényleg. Akkor jön már itt élesbe a feladat. Vietnámi rákos tekercs. Ott a kelibé mit ilyen lapot. Kapodom erre, rajzoljak vagy írjak? Azt mondják, ez a rizstészta. Ebbe kell tekerni a rákot, meg az üvegtésztát. Üvegből van a tészta. Jézus, te meddig kell azt főzni? Na, hát, mindegy, én nem tudtam, hogy mi oda jön ez a, hogy hívják, KBZ. Jó, szél, jó, mondom, szél. Szél nevű. Azt megkérdezi, én tettük le, hogy Jolika, marinád? Mondom neki, ma még nem befáj a gyomor, de holnap cuki. Holnap. Hogy érzem nekem, marinád a meg. Megmondom őszintén, én ezt nem tudtam megcsinálni, hát ilyen férgeket ott úgy ne veszünk. De hát most úgyis ilyen nagy divat ez a újragondolás. Hát mondom, újragondolás. Csináltam gyerekek egy ilyen fajn lekváros gombócot. Körbe tekertem a papírra. Azt ráírtam, a rák egyeti belőle a szívalekba. Mikor ezt a Sétszűri meglátta, nevet változtatott. Leokádia. Hát, nem vártam meg, mit kirúgnak. Egy
elvittem mindenkit a üvegtésztásrákba. Szépen levettem a kötényemet, összehajtogattam kögyörűen. Ridikülönbe beraktam az üvegtésztát. Anyuka, hagyd húzlézol otthon. Megyek kifele feltartott arccal, érted? De nem azért, mert büdös a lábam, csak megyek szépen kifele. Hát, a színművész úr még mindig ott van a portán, diktálja a nevét, ott tartott, hogy te. Na, akkor gyerekek, én megfogadtam, hogy ilyen fordított világban, ahol a ház viszi a cunamit, én soha a büdös életben nem leszek cele.